Sziasztok, Matilda vagyok, a mai videó pedig egy barangolás Afrikában rész lesz, amiből még egyetlen egy darab volt csak a csatornán. Tavaly előtt talán, tehát már, már elég régen volt, viszont most a könyvkemping alatt ugye olvastam egy afrikai szerzőtől, úgyhogy most ehhez tudok készíteni egy afrikai barangolás részt. Ez a könyv pedig nem más, mint Mohamed Bugár Szártól, még mindig nem tudom, hogy kell szegénynek kimondani a nevét. Az emberek legtitkosabb emlékezete, ő pedig egy szenegáli szerző. Ugye ez volt a közös könyv a könyvkempingen, az egyik közös könyv, úgyhogy arról van egy külön, majdnem két órás kibeszélő, azt ide be fogom szépen linkelni. Ott részletesebben érintünk egyes témákat a könyvvel kapcsolatban. Előzetesen azt mondanám, hogy szerintem érdemes megnézni, mert szerintem ez olyan könyv, ahol nem baj, hogyha tudsz előre dolgokat. Mármint én szerintem bizonyos részeit sokkal jobban fogadtam volna, ha jobban tudom, mire készüljek. Igazából én úgy mentem bele ebbe a könyvbe, hogy annyira nem voltam képbe azzal, hogy pontosan ez micsoda is. És lehet, hogy másabb lenne a véleményem róla, ha úgy megyek bele, hogy bizonyos dolgokat tudok előre, mert hát nem rövid könyv, és nem is egyszerű. Egyébként ez egy posztmodern könyv, bár amit én eddig posztmodern könyveket olvastam, azokat érettségire kellett, és azok nekem nagyon rossz élmények voltak. Ez nem volt annyira rossz élmény, az első 100 oldala volt az, ami nagyon-nagyon nehezen ment, viszont utána már sokkal jobban vitt magába, főleg a közepén egy olyan 200-250 oldal, azzal nagyon-nagyon jól tudtam haladni. Ez egy elég összetett könyv. Nagyon sok téma van benne, nagyon sokféle módon van megírva, és nagyon sok rétege van. Szóval nem a legkönnyebb olvasmány, és érdemes szerintem mondjuk így lassan olvasni, amikor az ember úgy oda tud figyelni jobban részeire. Hát gyakorlatilag az az alap kiindulásunk, hogy a főszereplőnk Diegane nyomozni kezd egy T.C. Elimén nevezetű szerző után, akinek egyetlen egy könyve lett kiadva, és ez ilyen hatalmas nagy port kavar, de hogy nem is lehet kapni a könyvet, nem lehet elolvasni, de hogy így a neve benne van a levegőben, és nagyon érdekli Diegane-t, hogy ki ez az Elimán, milyen könyvet írt, és elkezd utána úgymond nyomozni, kutakodni, és hát ennek során egyrészt az ő kutakodásából is tudunk meg dolgokat, meg egy ponton el tudja olvasni végre a könyvet, viszont egy csomó más ember szemszögéből is megismerünk dolgokat, amik valahogyan kapcsolódnak Elimánhoz és a könyvéhez, és én ebből legjobban azt a részt élveztem, amikor a családi hátteréről volt szó, és amikor Szigadé mesélt benne Diegannak, hogy amit ő megtudott az apjától, meg az ő így életútját, az volt számomra a legérdekesebb rész. De egyébként annyi mindenről van szó ebben a könyvben, nagyon sok benne az irodalom filozófia, és egyaránt beszól mindenfajta irodalomnak gyakorlatilag. A migrációról szó van benne, arról, hogy milyen fekete szerzőként írni Franciaországban. Annyi sok mindenről szó van ebben a könyvben, hogy nehéz összeszedni is, ezért is olyan hosszú róla az a kibeszélő, ami van. Nyilvánvalóan nem egy tipikusan olyan könyv, amiket én olvasni szoktam, és tényleg nagyon kevés dologról tudtam, hogy mire számít csak ebbe a könyvbe, ami lehet jobb lett volna, ha tudom előre, mert akkor eleve máshogy futok neki az egész olvasásnak, tehát hogyha föl vagyok valamire készítve, az általában jó szokott lenni. Nem ez volt életem olvasása, de nagyon sok minden tetszett benne. Úgyhogy ez most így számomra ilyen közepesen csapódott le. Viszont nagyon örülök, hogy ezzel végre egy újabb afrikai nemzetiségű szerzővel tudtam megismerkedni, és egyébként mivel a könyvben elég sok szó van van szó azért Szenegáról is, meg a szenegári életről, meg arról, hogy akik Szenegából mennek Franciaországba, meg Szenegában ott a gyarmatosítás, minden. Szóval nagyon érdekes dolgok is voltak, vagy tanulságos részek is voltak ebben a könyvben, aminek szintén nagyon örülök, hogy erről is tudtam egy kicsit olvasni, és ezzel is kicsit így a világnézetem bővült megint. És egyébként ez egy recenziós példány a Park könyvkiadótól, úgyhogy ezúton is nagyon-nagyon szépen köszönöm, és nagyon örülök, hogy el tudtam olvasni ezt a könyvet, mert egyébként sok mindent adott, attól függetlenül, hogy nem ez volt életem legjobb olvasási élménye. És remélhetőleg
kicsit az afrikai barangolásokat is tudom hozni, mármint többet, mert hát elég kevés afrikai barangolásom van. Úgyhogy hát ha meg tudom azokat is kicsit szaporítani. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!